Tibi és a Zsiguli kárváriájának egy újabb fejezete, amikor is visszaérkeztünk Mészáros Attila, azaz Ati műhelyébe, és az autó láthatóan picikét darabokban van. A múltkori állapotfelmérés után ugye azt ígértük, hogy már akkor fogjuk legközelebb látni a Zsigulit, amikor hát legalább ennyire darabokban van. A tulajdonos drága Tiborunk napszemekben éppen a... Mutatnám az új alkatrészeket. Elég kevésnek tűnik ahhoz, mert amennyi ki van szedve a kocsiból. Ott rinyáltatok, hogy milyen állapotban van. Mindenből új lesz, ennyi. És orosz. Mutasd, természetesen orosz. Ati, miket szereztél, mesélj? Tényleg orosz, a felirat az orosz. A felirat. Fékcső, tehát ugye tudjuk, hogy az egyik hátsó fék az nem működik. Ez egy csak ilyen kezdetleges. Ezek meg egy-két izé is ilyen csöcsöbecső. Érted, teljesen kocsi, de a lényeg, hogy van új jelvényünk, érted? Új jelvény. Ahhoz képest, kicsit kartos az Hát az a 82-es feeling még legyen. Tibi, hát 82-ben gyártották Oroszországban, hát persze, hogy harcos. Antikolni kellett, látod? Antikolni, igen, hogy igen, túl újnak nézett ki, értem. Ati, mit láttál, mikor elkezdted lebontani az autót, hiszen úgy látjuk, hogy gyakorlatilag nincs alatta már semmi. Igen, most már gyakorlatilag is kipucoltuk, amennyire lehet, illetve még a váltó, sebességváltót is le kell szerelni, mert ott is van olajszivárgás, azt mondták is a vizsgán egyébként. A gumit kell cserélni, ezt majd még át kell beszélni, hogy milyen márkájú. Mi? Túlj ez még. Milyen márkájú? Tyúklár, mintás Tomilár, milyen márkájú? Nagyon drága legyen. Amire szintén egyébként az állapotfelmérésnél mondták, hogy nagyon öreg el van repedezve. Valami orosz gumit tegyünk rá. Orosz gyártású gumit, igen, mondjuk az lenne az igazi valóban, hogy nem ilyen Gucci, valami világmárkát van még mindig. Igen. Mindig lehet vásárolni, terepmintásban is, még rallira is van. Aha. Azt a mindenség, nem hiányzik ennek a rendszer. De nekünk utcai gumi lesz rajta. Mesélj, milyen az alja, mert amikor megjöttünk, Tibi előtte jelezte felénk, hogy állítólag az aljával nincs annyi baj. Nincs is, így van. Valóban látszik, hogy ápolva volt az autó, tehát az amit meséltek róla az előző tulaj, hogy kialvázvédték, üregvédték, avval régi fajta módszerrel kicsurgatták, azt tényleg látszik az autón, tehát nagyon jó a karosszériája. Mi, hol találtad a legnagyobb problémákat? Tehát mi az, amivel tényleg óriási bajok vannak? Vagy van egyetlen ilyen része a kocsinak? Olyan nincs, sok kicsi apró van, az olajfolyások és azok, amiket a vizsgán ugye említettek, hogy sajnos a fék se. De így is ki kell dobni minden, nem? Hát ő nem mindent, nem minden nasokba kerülne. Költségkímélő lesz a mutatvány. Szeretem, hogy ezt mondod. De mi az, ami megmaradhat egyébként? Tehát van olyan... Hát a fődarabok persze, hát minden, ja, jó, azok minden vasdarab, van. Minden olyan vasdarab, ami egyébként nincs elrohadva. Gondoltam a hidat, azt átsó hidat, azt nem dobjuk ki. Azt nem dobjuk ki, így van, hogy csak szilárd. Mert csak a szilentek benne ki lesznek cserélve. A kamaróban nem tudja stabilizátor. De ez például a... összekoszolom magam, de ez nagyon vicces. Igen, tehát teljesen. Hoppá! Ennek így ki kéne, hogy nyomja magát. Meg látták azt a lendületet, hogy összecsuklott? Tehát ez nem csillapítás, semmilyen lendületet. Állítható. Egyszer beállítod és... Kicsit ez kellemetlen, igen. Diffiből folyt az olaj, ezt mondták az állapotfelmérésen. Diffit is cseréljük? Ott is nem, ott csak tömítést cserélünk, meg szimmeringet. Meg ez a fék nem fogott. Természetesen olyat. Ott is féltengely szimmering probléma van. Úgyhogy hát ezeket mindet cseréljük, fessük, pucoljuk, hát úgy lesz összerakva, hogy az OT-re megfelelő legyen, ne tudjanak belekötni semmibe. És akkor most mi a következő fázis? Te csinálod ezeket a dolgokat, és meg a fényező, ugye? Készül a futómű, nem először alá megy a futómű, teljesen felújítva, lefestve, olyan állapotban, hogy vizsgára, és utána megy a fényezőhöz, hogy már utána nehogy megsérüljön valami. Igen, hogy ne szikrázzak, kell elhúzni a földön, igen. Igen, meg hogy ne úgy húzzuk végig egy lánctalpas traktorral. Igen. És tényleg megmaradnak ezek a... Mert hogy ezt pont mondták még a Lada klubos srácok, hogy onnan is lehet látni, hogy melyik eredeti, meg minden, hogy ezeket az illesztéseket, amik az ilyen vízelfolyó, mindez, ezeket így el szokták így glettelni. Amikor... Az nem lesz elglettelve, hanem az meg lesz úgy csinálva, hogy látszik, hogy gyári. Igen. Tehát az úgy lesz visszajavítva minden, hogy a... Ezért hoztuk olyan szerelőhöz, aki Zsigulival versenyzett, érted? Hát pont hegesztések is minden látszó. Igen, úgy lesz minden megcsinálva, hogy gyári maradjon. Nem lesz így, mert el szokták gittelni a küszöböknél, sárvédőknél, ez minden gyári lesz. Úgy jobban a látvány, így van. A gátlót, ugye azt mondtad, hogy lehet konit is bele, meg... Hát az lehet ilyen utcai sportot, ami kicsit keményebb, tehát gázos is, meg... Kemény ez a légyős. Kemény ez a légyős. De mit? Meg az OT-hez szerintem nem, szerintem is OT. Azt beszéltük az OT, hogy nehogy azt mondják, hogy fú, nagyon szép az autó, megbuktatjuk, mert...
Inkább mert sárga benne a gátló. Igen. És állítható. És állítható. Kezd itt tekergetni. És a gáztartály fönn van hozzá az emeleten. És Magnóból szól a zsiguli hang, mert egyébként egy durva V8. Ajtókárpitot kell még tökölni, tehát a hátsó ajtókárpit, de sajnos. Hát látszik is az a remaszt. Az, az volt az a védelem? Védelem? Az volt az alvázvédelem, az, amit belül látunk. Itt látszanak a rendes üregvédő lukak. Tehát ezeket a műanyagokat most is a fényező ki fogja szedni. Előtte kifújja a üregvédővel, és akkor utána lesz lefényezve. Az ilyen króm részek, mint a kilincs, azokkal lehet pucolni, ezek még elég jó állapotban vannak. Ezeket a műanyagokat nem, de ezeket viszont lehet pótolni, mert ezeket a mai napig árulják. Az pótolva lesz minden, hogy valójában úgy nézzen ki az autó, mint amikor annak idején kijött. Szalom. És a vízszintesre fektetett hangfal hátra az ablakba. Az kell bele, mert az korhű, tehát az a 80-as évek. Korhű. Még egy rádiót kell szerezni bele. A HD-től messze van, igen, a HD minőségtől, de... Hát lehetett, akkor már volt ezekben rádió, nem? Volt is, jött ki, persze, igen. Korhű rádió átjön a pirosból. Hopp, úgy csak félek, hogy ára lesz. Ja, na, félek, hogy egy abból lesz új gátlósor a piros alatt. Szerve számára lesz a végén egy nulla. Ennyi. Jó, akkor én azt gondolom, hogy mindenképpen nézzük meg még az autót összeszerelés közben, mikor már megjött a fényezőtől, és Ati dobálgatja bele a szajrékat, és hát utána a nagy próba, az majd a kétbetűs vizsga. Még valamit hát mutogat nekünk. Nem, előtte megyünk tudod Balatonra, még. A vizsga előtt? Még rendszám. Hát nincs rajta a rendszám, amikor a trélerre hoztuk vissza izére. Hát jó, akkor levitegyük a tréleren. Odállunk a trélerrel. Próbarendszám. Hát szerzünk próbarendszámot. Lemegyünk próbarendszámmal a Balcsira hekkezni. Azzal leteszteljük, hogy jól sikerült az összerakás, igen. És utána elvisszük az OT-ra. Jó, valamit még akart Ati mutatni elől? Nem tudom mit. Köszönjük a részét, lényegét. Hoppá, hát kirántja a szélvédőt. Ahol komoly beavatkozás volt. Egyébként meg az összes felület az valójában csak ilyen külső sérelmény. Ja, az ott a kicserélve, igen. Nekem nagyon tetszik a sztori. Meglepő módon azért azt remélem mindenki észrevette, hogy most senki nem nevetett. Tehát most komolyan. Igen, most voltunk először úgy, hogy látjuk, hogy van esély arra, hogy jutunk A-ból B-be. Tényleg én az... Én első pillanattól fogadtam, ti szkeptikusak voltatok, de... Még most is azok vagyunk, János, csak most már legalább nem röhögtünk, mert hogy látszik a fejlődés, és most legalább tényleg látom azt, hogy van út A-ból B-be. Még mindig kíváncsi vagyok, hogy sikerül ezen az úton végig menni, de... Tanév nyitóra már ebben megyünk. Igen. Meg előtte hekkezni. Előtte hekkezni, igen. Jó. Valami balatoni tannévnyitóra ebben megyünk. Balatoni tannévnyitóra, értelek. Akkor találkozunk pár hét múlva, amikor visszaérkezett a kocsi a fényezőtől, és Attila rakja össze még egy résszel azelőtt, mielőtt állítólag mehetünk vele hekkezni a Balatonra.